Várai nélkül az életünk elképzelhetetlen lett volna. Ezzel a gondolattal köszöntötte a Várajai Parkerdő turisztikai fejlesztése projekt nyitó rendezvényén a megjelenteket a térség országgyűlési képviselője Potápi Árpád János, aki rengeteg időt töltött gyermekként is ezen a területen. Mint mondja, többek között kiválóan alkalmas túrakerékpározásra, futásra, lovaglásra, családi kirándulásokra a Várajai Parkerdő. A település önkormányzata közel 240 millió forintot nyert el TOP plusz forrásból a turisztikai fejlesztésre. Nagyon fontos dolog Várajának, hogy tovább tudjuk fejleszteni a parkerdőt, hiszen minden várajai nagyon büszke. A Várajai Parkerdőre kedves, kedvenc kirándulóhelye ez az itt élő embereknek, illetve a környékbeli településeknek, mondhatom egész Tolna megyének. A Mecsek lábánál fekvő területen a 100% intenzitású visszanemtérítendő támogatási összegből olyan speciális élményelemeket jelentő technikai fejlesztések valósulnak meg, mint például egy élménytér, ahol törekednek a több generáció számára is élvezhető interaktív eszközök kialakítására. A parkerdőben jelenleg több horgásztó, esőbeálló és tűzrakóhely várja a látogatókat. A meglévő infrastruktúra mellé kialakításra kerül egy fedett rendezvénytér modern vizes blokkal, valamint megvalósul egy vagyonbiztonságot szolgáló kamerarendszer kiépítése, parkolóhelyek és kerékpártárolók létesítése. A tervezés folyik, annak a határideje július közepe, nyilván utána jönnek majd a közbeszerzések, és lehet, hogy el fog húzódni, lehet, hogy a tényleges munkálatoknak csak a következő évben tudunk nekiállni. A projekt folyamán nagyon jelentős dolog Várai a község életében, hogy végre elkészülhet itt a parkerdőbe egy olyan többfunkciós épület, ahol helyet kap végre egy vizes blokk, ugye, ami nagyon nagy probléma itt a parkerdőbe, mind az ide látogató turistáknak, mind a helyi lakosoknak, akik kijönnek ide. A beruházásnak köszönhetően az eddig is közkedvelt kiránduló helyen várhatóan még nagyobb lesz a turisztikai élet.